30 év nagy idő, egy komplett generáció felnőtt közben. Sőt, túléltünk egy ezret fordulót és néhány világvégét is. Ja, és a King's Bounty-nak pedig éppen ennyi kellett ahhoz, hogy számozott folytatást kapjon. Na jó, volt közben még egy pár alcímmel ellátott felvonás, de a hivatalosan is számozott folytatásra kellett az idő. Az annak idején stílus játék ötleteit és rendszereit másolva pedig idővel olyan nagy nevek nőttek ki, mint a Heroes of Might and Magic. Magyarán a stratégia szerepjáték hibrid műfaj megteremtése gyakorlatilag egy az egyben ennek a játéknak köszönhető. Mindennek ellenére mégsem mondanánk azt, hogy nagyon meglepődnénk, ha valaki azt mondja, hogy sosem hallott róla. A folytatások és mellékágak sűrűjében az egykori dicsvény megkapott, a ragyogóan sikerült szellemi örökösek pedig messze túragyogták a nagy öreget. Vagy ha úgy tetszik, a tanítvány túlnőtt mesterén. A nagy kérdés, hogy a jelen pillanatban nem túl felkapott szerepjáték stratégia hibrid műfaj népszerűségét vajon képes-e újraéleszteni a hanvaiból Phoenix madárként feltámadó King's Bounty. Nos, jóslatokban nagyon nem mernénk bocsátkozni, de a véleményünket azért elmondjuk a játékról. A recept a régi. Adott egy hős, akivel a térképen felalámászkálva csatákat vívunk, aranyat és tapasztalatot gyűjtünk, és mint egy mellékesen megmentjük a világot a pusztulástól. Természetesen csak miután a kötelező csirkegyűjtögetős, disznókeresgélős fetch questeken és egyéb úgy mellé küldetéseken túljutottunk. Mert hát minden hősnek el kell valahonnan indulnia. A világ megmentője sem lehet egyből egy több ezer fő seregélén harcoló félisten már a babakocsiban. Ahogy pedig szorgos hangya módjára gyűjtjük a tapasztalatot, úgy vonatkozó pontjaink beváltásával nem csak új képességekre és tulajdonságokra tehetünk szert, hanem az egyes csapataink maximális létszáma is növekszik. Persze nem csak hősünk izmosodik, hanem a harcban aktívan résztvevő csapatok is erősödnek, bár ennek jelentősége a gyakorlatban csekéke. Annyit mégis számít, hogy ne akarjuk a teljes brigádot elveszíteni, mert akkor a viszonylag gazdaságos felgyógyítás helyett drágán és zöldfülőekkel tölthetjük fel a megüresedett pozíciót. És ha már itt tartunk, a csaták kifejezetten jól sikerültek. Nincs két egyforma összecsapás, és nincs két egyforma terep. Sőt, alkalomattán más seregek felett vehetjük át az irányítást, amivel még jobban kidomborodik a küzdelmek már már fejtörőnek is beillő mi volta. Maximum öt csapat alkotta seregünk összeállítását, az egyes harcoknál kénytelenek leszünk a siker érdekében újra gondolni. Az olykor brutális erőfölényben lévő ellenfél legyőzése, vagy a nagyjából azonos súlycsoportban lévő csapatok költséghatékony eltángálása, többszöri nekifutásra is ösztönözhet. Kár, hogy mindezt több órányi fölösleges felaláró hangásással nyújtják a kelleténél sokkal, de sokkal hosszabbra. A játék újra és újra a mesterséges akadályokat gördít elénk, amivel ha okosan csinálnák, nem is lenne gond. Csak hogy nem okosan csinálják. Egyes útlezárások egy hatalmas kerülővel megkerülhetők, így teljesen logikátlan módon vezetnek az orrunknál fogva, mint egy vágányon tartva a játékost. A legrosszabb mégis talán az, amikor küldetések egész sora van elzárva mindaddig, amíg egy másik, a fejlesztők által fontosabbnak ítélt harcot le nem bonyolítunk. Ezzel pedig megölik a szerepjátszásnak azt az apró szikráját is, ami még fellelhető. Egyes esetekben ugyanis eldönthetjük, hogy kire hallgatunk, vagy kinek kedvezünk egy-egy küldetés során. Nagy befolyása ugyan ennek sincs a dolgok folyására, de legalább egy pillanatra úgy érezhetjük, hogy van beleszólásunk. Végeredményben egy egész elviselhető kampányt kapunk, amiért irodalmi Nobel-díjat alig ha fognak osztogatni, de a feladatát végül is ellátja. Egy narratív burokba foglalja a csaták sorozatát. A történet mellett a környezet fogja össze a játékot, ami így vizuálisan is egy koherens egészé válik. A látványelemekkel nincsen gond. Mégis sterilnek, már-már élettelennek hat a világ. A fokozatosan feltűnő sok kis apróság mind összeadódik. Olyanokra gondolunk, mint a felépítés kötöttségei, amik miatt egy térdigérő akadályban is simán fennakadunk. Vagy a néhány kivételtől eltekintve hullamere varcok, melyekre nézve folyton az az érzésem támad, hogy itt mindenki mindenkinek a rokona, vagy éppen android. Vagy az átvezetőket leszámítva az úgy általában véve élettelen animációk vagy az olykor totál értelmetlen beszélgetések. Egy alkalommal például egy hölgy úgy sejti, hogy csapdát állítanak neki, ezért megkér minket a szóban forgó csapda hírvivőjét, hogy menjünk vele, mert majd mi biztosan megvédjük. Vagy a folyton egy helyben strázsáló parasztok, akik hatodjára is ugyanazt a viccet mesélik egymásnak. És még folytathatnánk a sort, melynek elemei egyesével tény, hogy apróságok, de sok kicsi sokra megy, és amikor 600. alkalommal is belefutunk ugyanabba, az már minimum bosszantó. Persze nem akarunk igazságtalanok lenni, itt nem egy triplaás játékról van szó, hanem egy roppant ambíciókkal megáldott projektről, mely mögött látszik a törődés és az odaadás. Csak sajnos ettől a hibák nem válnak semmissé, melyek ráadásul a játékkal töltött időnek igen jelentős szeletét teszik ki. A remek harcok sora és az odaadással készült világ valamelyest javít az összképen. De ez így, itt és most nálunk 73%-ot ér. Azzal a megjegyzéssel, hogy a sorozat és a stílus kedvelői még megtalálhatják benne a számításukat, csak egy kicsit átgondoltabb világépítés és hihetőbb körítés hiányzik. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkat, like iratkozzatok fel és ne felejtsétek el megnyomni a csengőt, hogy ne maradjatok le további tartalmainkról sem. Ha pedig szeretnétek többet megtudni a Kings Bounty 2-ről, akkor látogassatok el a PC Guru oldalára a leírásban található link segítségével. Ezúton is köszönjük a figyelmeteket, tartsatok velünk legközelebb is!